Csidai és Vadnai játszott össze, Szakály kiugratása, megpattan a labda, Kulcsár fordul le, és vezet a Debrecen. 7. perc, Kulcsár a védők között simán oda tudott érni a fölpattanó, fölpördülő labdáért, és erőből meg tudta lőni, Balajcának esélyesen volt. Vezet tehát a Debrecen a 7. perc végén, Kulcsár a gólszerző. Itt a rugás pillanata, egyértelműen nincs lesz, fölpattan egy védőn, és nagyon messze van mindenki Kulcsártól. Ngava próbálta befutni, de messze volt Kulcsár, rádől, és nem volt olyan szerencséje az Újpestnek, hogy eltalálja Ngavát, és ezt a gyors lövést meg Balajca már nem tudta lereagálni. Hamar vezetés szerez tehát a vendégcsapat a Megyeri úton.